Marista Karácsony, Karácsony az idősek otthonában, ünnepi műsor Kunmadarason, teltház van a szállodákban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. december 26-án 18 óra 5 perckor. A Mária iskola testvérek szerzetes rend szervezésében a Názáreti csillag címmel vidám pásztorjátékot mutattak be angyalokkal és ördögökkel a Szent Pál Marista általános iskola diákjai, akikhez a műsor végén az iskola pedagógusai is csatlakoztak énekkel. Köszöntöm nézőinket, a Szent Pál Marista általános iskolában vagyunk, Dániel Kocsó Andrá igazgatóasszonnyal beszélgetünk, egy gyönyörű előadás után vagyunk, és rengetegen eljöttek, azt gondolom, hogy mindig sokat készülnek erre a karácsony előtti ünnepre. Mit adtak ma elő a gyerekek? A Názáreti csillag előadást adtuk elő, illetve a színdarabot adtuk elő. Először is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt bennünket és eljött hozzánk. Köszönöm a gyerekeknek, mert olyan lelkesen készültek október óta, és szeretném bemutatni a kolléginámat, aki a fő felkészítője a színdarabnak, Suszár Zoltánné Macust, aki most nem figyel rám, hogy hadd hívjam ide, mert ő volt a lelke a színdarab betanításának, és talán őt illetik ezek a kérdések most. Akkor feltezem a kérdést, miről is szólt ez a darab, és hogyan állt össze? A színdarab arról szól, hogy két fiatal bojtárlegény elindulnak Betlehembe, mert hallották, hogy a megváltó hamarosan megérkezik, és különböző kalandokon keresztül végül eljutnak. Közben hátráltatják őket ugye a sátánok és az ő csapata, de az angyalok segítségével végül célt érnek. Mennyire volt nehéz rávenni a gyerekeket, a szereplőket, mert itt mindig tudom, hogy korábbi években is azt hallottuk, hogy több szereposztás volt, mert mindenki szerepelni szeretett volna. Így volt ez most is? Igen, a legtöbb esetben így van, hogy nagyon sok gyerek szeretne szerepelni, mert nagyon élvezik a szereplési lehetőséget, illetve azt, hogy egy közös csapat, egy közös munkában, egy nagy csapatban együtt dolgozunk, egy közös célért, és ennek minden percét nagyon élvezik. Igyekszünk úgy válogatni a gyerekeket a szerepekhez, hogy az ő egyéniségüknek, hangjuknak megfeleljen, így van. És hát most az első előadáson vagyunk még túl, itt kicsik voltak inkább, óvisok voltak, meg alsósok, délután biztos jönnek többen felnőttek is, de milyen volt a fogadtatás? Mindenki nagyon pozitívan jelzett vissza a meghívásunkra. Nagyon örülünk neki, a polgármester asszony is eljön hozzánk délután. Nagyon sok olyan vendéget várunk délutánra, akik megtisztelnek bennünket. Már van, aki hosszabb éve nem járt nálunk, és most eljön és megnézi a gyerekeinket, és a gyerekek is boldogok és szeretettel várják őket. Még amit az előadáshoz hozzáfűznék, nagyon érdekes volt számomra, és nagyon-nagyon felemelő érzés, hogy aki dadogott, az egyébként nem dadog. Aki viszont dadog a mindennapokban, az nem dadogott a szerep közben. Ez is egy plusz hozadéka annak, hogy itt a gyerekek készülnek, hogy lelkileg is oda tudják magukat adni a darabnak. És azt gondolom, hogy arról is szóljunk, hogy itt mellettünk a teremben gyönyörű dolgok vannak. Tehát nem csak a darabra készültek a marista iskolások, hanem sok-sok is kézműves foglalkozás is volt, gondolom, az elmúlt hetekben. Így van, és nem csak a gyerekek, hanem az összes kollégánk kézműveskedik már október vége óta, mióta szerintem a darabra készülünk, ők is elkezdték ezeket a tevékenységeket, hogy adomány révén tudjunk segíteni, mint ahogy igyekszünk folyamatosan gyűjteni olyan gyerekeknek, akiknek szükségük van rá, nem csak a mi gyerekeinknek, hanem más iskolák gyermekeinek is. Örülünk, hogyha egy nagyon picit tudunk segíteni, mert minden csepp sokat számít a tengerben. És ezek a dolgok érdemes megnézni, nagyon gyönyörűek, olyan igényes, kézműves dolgok, nagyon büszkék vagyunk a kollégáinkra, és amit még nagyon fontos megnézni, szerintem a dekorációnk. Mindig meg tudunk újulni, és a kollégáink teljes gőzzel, csapatmunkával egyöntetűen dolgoztak, például a lelki napon is. Együtt munkával töltöttük a lelki napot, hogy ilyen gyönyörűvé varázsoljuk az iskolánkat. És nagyon köszönjük az óvodáknak is, hogy most nagyon nagy létszámmal megtiszteltek bennünket, és itt voltak az előadásunkon. És várjuk a délutániakat.
Igen, és én azért még egy mondattal visszatérnék arra, amit mondott a kreativitásra, hiszen itt láttunk egy kávé kapszulából gyönyörű kis csengőcskét varázsoltak, olyan tényleg kidobásra váró dolgokat hasznosítottak újra, amit azt gondolom, hogy pár perc alatt mindenki meg tud valósítani. Így van, igyekszünk ötletet is adni. Hát ha megnézik a termékeinket, akik ideérkeznek, az adományokban adott termékeket, kézműves termékeket, akkor valóban ötletet gyűjthetnek ahhoz, hogy hogyan tudják még a szívükből, lelkükből készült kis termékekkel gazdagítani, vagy kis tárgyakkal gazdagítani a saját ajándékukat is. Nem csak a valamit tőlünk vásárolnak. Itt említette, hogy segítik a gyerekeket folyamatosan egész évben, tehát önöknél azért tudom, hogy nem csak karácsonykor, hanem máskor is odafigyelnek erre. Lesz-e most valami nagy közös karácsonyi ajándékozás? Pénteken tartjuk a karácsonyi ünnepségünket, szülőket is várunk, illetve a gyerekeinket, és minden osztályból kap valaki karácsonyi ajándékot. De megköszönjük ezúton is a Máltai Szeretett Szolgálatnak, illetve Zsolt atyának. Nagyon sok adományt kaptunk, és kapunk is folyamatosan tőlük, és ezzel tudunk segíteni a családjainknak, illetve a gyerekeknek. Kalanos Dáviddal beszélgetek, te már nem első alkalommal szerepelsz. Miért vállalod ezt a szereplést? Már nekem, hogy ebben szereplek, nekem ez egy nagyon elismerő dolog, és örömmel csináljuk ezt a szerepet, mert nem csak sok munka van benne, hanem élvezzük is. De most mit alakítottál ebben a darabban a mostaniban, hiszen korábbi évben más, de most mit? Most egy vendel személyiségű embert alakítottam, aki nagyon bátor, és nem fél semmitől, és megvéd társát, biztassa, aki megvéd a többi embertől. És mit ad neked ez a színdarab, mit ad neked ez a kis csoport? Akikkel én szereplek, nekem ők nagyon jó barátaim, és megtisztelő, hogy a végén így megtapsoltak minket, és hát ez tiszteletes. Kelemen Krisztoferrel beszélgetek. Te első alkalommal vállaltál szereplést? Nem, én már több színdarabban is szerepeltem. Most miért vállaltad, és mit alakítottál? Kit alakítottál? Én Palkó karakterét játszottam el. Hát, nem is. Milyen ember Palkó? Palkó egy félénk, mindig éhes karakter. Számodra mit jelent ez a közös színjáték? Nekem ez nagyon sokat jelent, mert nagyon jól érzem ilyenkor magam, és szerintem egy nagyon jó közösség vagyunk. Félreértés elség, a felkészítőink is nagyon jók voltak. És ilyenkor, amikor hazamentek, elmeséled otthon anyáiknak, hogy képzeljétek el, megint megtapsoltak, jó volt? Igen, már azt nagyon sokan nem tudják elképzelni, hogy milyen megtisztelő érzés az, amikor 100-an vagy 150-en megtapsolnak minket. És ilyenkor te mit érzel? Mélyről előjövő boldogságot. És ilyenkor elfelejtett, hogy mennyi próba van mögötte, és mennyit kellett tanulni a szöveget? Igen, igen. Hát a próbákon azért vannak hullámvölgyek, de ez szerintem természetes mindenhol. És számodra a karácsony mit jelent? Hát egy ünnep. Én nekem, hogy mondjam, hát nem ez a legszebb ünnep szerintem. Én így gondolom, de hát kinek, hogy mi. A karcagi többcélú társulás idősek otthonában a Varró út és Zöldfa úti telephelyen is karácsony előtti ünnepi műsorral kedveskedtek a gondozottaknak. Köszöntöm nézőnket, Hodos Bálintnéval beszélgettünk itt a Zöldfa úti idősek otthonában, hiszen hamarosan karácsony ünnepség kezdődik, itt a lakók már nagyon izgatottak. Minden évben köszöntik a lakókat, úgy tudom, hogy a benti telephelyen már megvolt a karácsonyi ünnepség. Így van, 17-én a Varró úti székelyünkön megvolt a karácsonyi ünnepség. Ott a Táncsics 19 úti óvodából jöttek el az óvodások műsort adni, és Mákos Ica és az énekkara jöttek el délután a karácsonyunkat szebbé tenni. Itt is már föl van díszítve a fa. Nagyon sok csomagot látok itt a fa körül. Ez azt jelenti, hogy ismét kapnak ajándékot a bentlakók. Igen, minden évben kapnak ajándékot tőlünk is, az intézménytől, és polgármester úriktól, az önkormányzattól. Tőlünk édességcsomagot szoktak kapni, az önkormányzattól pedig déli gyümölcsöket.
Itt látjuk, hogy zovisok már nagyon izgulnak, de azt gondolom, hogy a bentlakóknak ez egy nagy várakozás is már hetek óta, hiszen látjuk, hogy gyönyörűen fel van díszítve az otthon is, közösen készülnek, gondolom. Így van, a mentálhigiénikus munkatársak és a dolgozók közösen feldíszítették az intézményt, a karácsonyi fel pedig együtt díszítették fel a lakókkal. A mentálhigiénikusok és a dolgozóink együtt készülnek az ünnepi műsorra, valamint a lakóink is fognak műsort adni, énekelni fognak és verseket fognak mondani. És hát ilyenkor azért a szeretet ünnepén sokkal nagyobb az a lelki teher a gondozók részéről is, hiszen itt ők adják a családot, ilyenkor még pluszban is segíteni kell a lelkiekben is feldolgozni a bentlakóknak azt, hogy esetleg a családtagjuk nem tud hozzájuk bejönni a szeretet ünnepén. Zöldfa úti székhelyünkön 109 lakó van most jelenleg, és dolgozóink áldozatos munkával látják el őket minden nap, azért, hogy ugyanúgy, mint a családi körükben a karácsonyt is ne nélkülözzék. És szívesen fogadjuk a látogatókat is, a hozzátartozókat is, hogy közösen töltsük az ünnepeket. És úgy tudom, azért ilyenkor a lakók kívánságát is teljesítik. Így van, kívánságlista működik, és kívánságlistának megfelelően készülnek el az ételek. És a karácsonyi menünek mindenféle menüje fog szerepelni az elkövetkező napokban. Azt kívánom, hogy legyen mindenkinek békés boldog itt a karácsonya, és hát azt is, hogy az itt dolgozók és a saját családjuk körében is nagyon jó karácsonyt tudjanak tölteni, hiszen nekik is fel kell töltődni. Köszönöm szépen, én is, és valamennyit dolgozom is a lakók nevében is. Én is szeretnék kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni mindenkinek, és szeretném megköszönni Karcagváros önkormányzatának, polgármester úrnak az a sok segítséget, amit intézményünknek nyújtanak. F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője idén Kunmadarason mondott karácsonyi köszöntőt a település és a térség lakói számára. Köszöntöm nézőinket, F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselőről beszélgetünk itt a Madarasi templom kertben. Egy nagyon szépen megszépült épület előtt egy nagyon hangulatos karácsonyváró zajlik. Éppen mögöttünk az ovisok adnak elő műsort. Ez egy jó kezdeményezés. Így van, Kunmadarasnak nem csak, hogy a temploma szépült meg kívülről és belülről is, hanem ez a templomkert is egy igazi égköve lett ennek a településnek, és nem csak szép, hanem hasznos tere is, hiszen tavalyi évben már itt volt egy karácsonyi ünnepség, az idei évben ez már a második, és én azt gondolom, hogy egyre jobban megszokják és megszeretik itt a kunmadarasiak a templomkertet, ezt a teret, és egy közösségi térként, egy készülődésként, egy ünneple való hangolódásként nem is lehetne szebb, mint a templomkert, és én azt gondolom, hogy mindenki a lelkében érzi azt, hogy közösen együtt készülődünk a legszebb és a leggyönyörűbb család ünnepre, a karácsonyra, és azt gondolom, hogy már lélekben mindenki ott van a családi asztalnál, a vacsoránál, a feldíszített karácsonyfánál, és már mindenki kicsit lélekben, ha még dolgozni is kell a munkahelyén, de már lélekben ott van, és már a karácsonyra készülődik. Igen, és hát a gyerekek itt nagyon vágyják a télapót, hiszen nem üres futonnyal érkezett, viszont a szervezőktől megtudtuk, hogy 45 méternyi zsíros kenyeret kentek meg, tehát az ünnepség után mindenki átmegy, és egy ilyen közös beszélgetés lesz még. Így van, a tavalyi évben is volt egy szeretett vendégség, amikor hagymás zsíros kenyér volt felszolgálva. Idén is ez lesz a menü itt Kunmadarason, és a tavalyi évben olyan hideg volt, talán a tél egyik leghidegebb napja, hogy a hagyma is, nem csak a zsír, hanem a hagyma is megfagyott a kenyéren, de mégis jól esett a forró tej és a hagyma, és én azt gondolom, hogy idén is ez a szeretett vendégségnek nem a menü különlegessége, hanem tényleg a közösségi lét, a forró tej, a hagymás zsíros kenyér, és az, hogy együtt vagyunk, együtt készülődünk, szerintem ez mindennel felér. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Teltház van karácsonykor a szállodákban, a forgalom 8-10%-kal magasabb volt eddig a tavainál. Karácsonyi forgalom a szállodákban mennyire lesz teltház ma? Abszolút teltház lesz, pont a mai napon fogunk megtelni. Ez így is szokott egyébként történni évről évre, hogy 23-ától már beindul az élet, és 24-ére teljesen megtelünk. Ha visszagörgetünk az időkerekén, akkor ez hány éve trend? Ez egy olyan 6-7 éve indult be, hogy a karácsonyra a szállodák megtelnek. Én még emlékszem arra az időszakra 15 évvel ezelőttről, mikor még teljesen üres volt minden. Mit kínál egy szálloda, hogy vonzó legyen karácsonykor is, főleg szenteste?
Különböző programokkal készülünk természetesen, kicsiknek animációs programok, Lufi Bohóc, bűvésó, filmvetítés, nagyoknak pedig borkóstoló, ünnepi sauna szeánsz és egy vonós trió is fogja szórakoztatni őket. Akkor abszolút ünnepi a műsor, de amúgy lehet, hogy nem is kell kínálni semmit, mert kialakult egy olyan szemlélet, hogy nagyon kényelmes szállodában tölteni az ünnepeket. Ez valóban így van, tehát lényegesen kényelmesebb, mint otthon. Az előkészületeket, illetve minden egyebet meg lehet ezzel spórolni, de én azt gondolom, hogy az enémi programmal mindenkinek készülnie kell. Ha az árak tekintetében nézzük, és árértékarányban szeretnénk belőni, hogy mennyire éri meg eljönni, vagy esetleg otthon ablakot most itt takarítani, és 3 hétig készülni erre a 3 napra, akkor hogy jövünk ki? Én azt gondolom, hogy valahol ez forma-forma, és azért ez lényegesen kényelmesebb így. Önök miért döntöttek úgy, hogy a szentestét a karácsony szállodában töltik? Hát megmondom őszintén azért, mert szeretem, hogyha úgy ki vagyok szolgálva ilyenkor karácsonykor, nem kell semmivel se foglalkozni, nem kell úgy rohanni, tehát hogy plázákba, tudom, közértekbe, alapanyagokért, nem szeretem. Én már évek óta megszoktam, hogy idejövök, szeretettel fogadnak minket, és hát ez így kényelmes, meg praktikus. Annyi, hogy az utazás ugye az egy kisebb kényelmetlenség, de szerintem ez így egyre jobb, tehát így elképzelhető szerintem minden magyar családnak, úgyhogy ez szerintem... ez lesz lassan így a jövő. Tehát ahogy látom, én is úgy látom, hogy azért mindenki 24-25-e fele azért már ilyen szállodákban most már 80% tölti ugye a karácsonyokat, meg hát szeretnék, úgyhogy. A karácsony ünnepeket miért szállodában töltik? Nagyon egyszerű a felelet, mert a 2 gyerek, amivel unokákkal együtt elmentek, egyik Ausztriába, Alpokba, másik a Tátrába, mi Szlovákiából vagyunk, úgyhogy mi is meggondoltuk életünkben először mi is. Kint töltsük a karácsonyt, szállodába töltsük a karácsonyt. És hogy döntöttek, hogy merre? Hát ez egy szokás, ha itt már negyedszer vagyunk utolsó 2 évben, úgyhogy azért gondoltuk, hogy ide jövünk, mert egy ismerős, egy nagyon jó hotel, hát azért ide jöttünk. És sokat gondolkoztak azon, hogy hát a szenteste az mégis az otthon melege, otthon, vagy inkább szálloda? Hogy született meg a döntés? Hát így született meg, hogy a szentestét 2-en kevesek vagyunk, mikor meg vagyunk szokva a nagy családhoz, de mivel a gyerekek elmentek, úgyhogy szenteste nekünk szombaton vagy vasárnap lesz majd otthon. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Áldott békés karácsonyt kívánunk minden kedves nézőnknek. Viszontlátásra!